Január 22-ét, himnuszunk születése napját, legújabbkori történelmünk avatta, a Magyar Kultúra napjává. Ez az a nap, amikor méltó módon emlékezhetünk meg közös kincsünkről, arról, amely fontos jelzője és minősítője létünknek, amely megkülönböztet bennünket más népektől. Ez a magyar kultúra. Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra ünnepévé. Nem csak a magyar sors, magasztos történelmünk viharos századai sejlenek fel gyönyörű himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megőrzött, tudatunkban folytonosan jelenlévő és belőle építkező kultúra is. A tudomány, a művészetek nem létezhetnek azt érteni, élvezni és művelni képes emberek nélkül. Értő közönség nélkül a tudományos eredmények, az alkotások, a könyvek, a hangversenyek, a színházi előadások elvesznek, vagy létre sem jönnek. A Kuni Domokos Múzeum és a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöksége közösen rendezte a Magyar Kultúra napi programot a Vár lovak termében. Köszöntött mondott Perger Gyula múzeumigazgató és Keresztesi József, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke. Az elmúlt években hagyománya van már annak, hogy a népfőiskola is megemlékezik a maga módján a Magyar Kultúra napjáról, hiszen részei vagyunk, mi is úgy gondoljuk. Részben a programok révén, hát részben azok a sorozatok és más alkalmak, amelyek azt szolgálják, hogy a magyar kultúrát, hagyományait is, tehát a régi emlékeket is, és hát napjaink kultúráját is megismerjék a mi tagjaink, illetve a tatai érdeklődők. És hát ez azért nem egyszerű, mert nem is annyira szervezésileg, mert azzal nincsen probléma, de az anyagi feltételeket sokszor nehéz megteremteni ehhez. És azért is keresünk a szakmai kompetencia mellett, a szakmai jelentőségű együttműködés mellett arra, hogy együtt szervezzünk programokat, és hát gondolkodtunk, hiszen nagyon szerettük volna, ismervén már ugye a zenekar vezetője tartott előadást az irodalomtörténeti sorozatban, és ezért is vetődött fel az, hogy ő, mármint az ő általa vezetett együttes, hát fölajánlotta, és ő is szerette volna, hogy itt szerepeljenek, hiszen most egyébként is arról a korszakról is tanulnak a hallgatók. Nos, és hát aztán, hát, hogy az egyéb feltételek is meglegyenek. Másrészt meg visszautalva arra, hogy régebben is volt kapcsolat a múzeummal, most új igazgató van, ugye, és hát azt gondoltuk, hogy ez is egy olyan lehetőség, hogy ezt az együttműködést, kapcsolatot, hát elindíthatjuk már mele személyesen, hiszen a múzeummal természetesen volt, és hát aztán így, miután hát örömmel fogadta az igazgató, az Ula igazgató, hát ettől kezdve már a dolog sinen volt, és elkezdtük szervezni, egyeztetni a dolgot, és hát azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatú programot fognak majd itt bemutatni az együttes tagjai. Budapesten direkt meghallgattam őket a karácsonyi műsorokkal, és nagyon kedves, kellemes hangulat volt. Ott is egy régi épületben a Vakok és Siketek Intézetének a Nádor termében hangversenyeztek. Ugye a terem is különleges, mint ahogy a miénk is, ugye a lovak terem is nagyon hangulatos ehhez a korszakhoz, Balassi Zrínyi korához, és hát örülünk neki, hogy sikerült összehozni a programot. Nem nagyon szokott eszünkbe jutni az tudjuk nyilván, hogy az 1823-as január 22-i Erdi naphoz, amikor is ugye Kölcsei pontot, tehát nemzeti imádságunknak, mint versnek a szövegének a végére, hogy ennek az emléknapja lett az emléknapja lett a magyar kultúra napja. Azért is érdekes számunkra a himnusz, mert nem nagyon szoktunk azon gondolkodni, hogy mi a kultúra része. Nyilvánvaló teljesen természetes, hogy a magyar nyelv, a magyar költészet, és nem biztos, hogy mindig kellene jelző a zene, tehát mindaz, amit magunknak érzünk, ennek a része. Ugye a himnusz, mint a mai napnak a kiindító ürügye, ha úgy tetszik, ugye nagyon sokáig egy vers volt. Tudjuk, hogy pályázatot kellett kérni a megzenésítésére. Azt kevesebb vagy kevesebben tudják talán, hogy egy korábbi himnuszunk, vagy nemzeti imádságunk, hogy a Boldog Asszony Anyám kezdetű, legalábbis a
katolikus részvénynek, az a mai napig természetes és elképzelhetetlen, annak senki nem tudja igazándiból a szövegét dallam nélkül, tehát érvénytelen. Nyilván nagyon sokáig ez egy természetes dolog volt, hogy amit mi költészetnek tartunk, vagy versnek tartunk, vagy versként értelmezünk, az több évszázadig úgy jelent meg, hogy dallama volt, hiszen nagyon sok esetben, aki lát ilyen forrásokat, vagy ismeri, vagy érdeklődik, akkor nagyon sok versnek tartott versünk elején ott van, hogy átnótán. Tehát, és vagy tudjuk, hogy minek a dallamára, vagy nem, ugyanúgy, mint az egyházi éneketnél. Tehát a szöveg az változhat, de az a dallam, az a ritmus, az a meghatározott szótag, az erősen kötődött a zenéhez. Ugye ma már mi ezt úgy kezdjük, hogy szoktam, megzenésített verseket énekelnek. Na most nem véletlen, hogy éppen ugye a folytatandó együttműködésünk keretében ezen a helyszínen van a mai est, illetve a koncert, hiszen csupa olyan versről van szó, aminek megvolt a nótája, vagy éppen Csörszónon is megkeresték a nótáját. Ugye tudjuk, hogy van, amikor ezeket rekonstruálni kellett. És ráadásul egy olyan korszakról van szó, aminek azt gondolom, hogy ha nem is az egyetlen, de Tatán biztos, hogy ez a legméltóbb helye, ez a vár, ez a terem, bár nagyobb lenne. Ez egy külön öröm, hogy végre a kerengőnek, a lovagteremnek nevezett egyik része tökéletesen kicsinek bizonyul egy est vagy egy előadásra. Én kívánok mindenkinek jó szórakozást és egy jó merítkezést abba a kultúrába, vagy abba a magyar kultúrába, és ami viccekként az elején odéktől az oszmán testvérek köszöntése, és ezért is mondtam, hogy lehet, hogy sok mindenről el lehet hagyni a magyar, hiszen ugye Amerikára szokták mondani, hogy ez egy ilyen olvasztó tége, és mindent olvaszt. Ez azért nem egészen így van. A magyar kultúra, de nem csak a magyar, én azt gondolom, hogy minden nemzetnek a kultúrája, a miénk különösképpen sajátos története miatt egyfajta olvasztó tége. Tehát nyilván, aki, hogy mondjam, zeneileg képzettebb, vagy éppen a hallása, akkor felfedezhet azért itt olyan dolgokat, hogy nem magyar szövegekről van szó, magyar énekekről, magyar vonatkozású, magyar történeti dolgokról, de ez is egy olvasztó tége, és úgy vannak ez a szelete, hiszen amiket ismerek én ezekből a darabokból, ugye ez nem az a klasszikus, legalábbis ez a klasszikus magyar zene, amit mi magyar zenének tartanánk, de mégis a miénk és a mi kultúránknak a szerves része. Kérem, érezzék magukat jól, és ugye miután ez nem egy szórakoztató koncert, bizonyos értelemben, hanem azt gondolom, hogy elgondolkodható, és valóban a kultúrának egy olyan rétegét mutatja meg, ami nem egy mindennapos. Tehát sajnálatos módon ez a zene nem szól a rádiókban, ez a zene nem szól a tévében egyáltalán, ez a típusú zene, ez a típusú kultúra nagyon nehéz más helyen, más módon utolérni, mint az élő koncert keretében. A köszöntők után a Muzika Historika Együttes Végek Dicsérete című műsorát hallgathatta meg a közönség, amely Balassi Bálint és Zrínyi Miklós korát idézte fel.
Muzika Historika Együttes 1988-ban alakult Budapesten Csörsz Rumen István vezetésével. Tagjai a klasszikus és régi zenei hangszerek mellett magyar és kelet-európai népi hangszerekkel is foglalkoztak, ami döntően formálta előadói stílusukat. A zenekari munkához komoly kutatások adják a hátteret. Legfontosabb a 15. és 19. század közötti időszak magyar és közép-európai zene kapcsolatainak vizsgálata, a középkori és reneszánsz énekelt költészet, a 17. és 19. század közötti magyar közköltészet, továbbá a klasszikus török zenekultúra kutatása. Az együttes tagjainak több publikációja is megjelent a témákban. Meggyőződésük azonban, hogy semmiféle tudományos alaposság és háttér nem helyettesítheti a művészi invenciót, hiszen a régi zene kísérletező, nyitott műfaj marad. A muzika historika semmiképpen sem szeretne valamiféle kőtári stílust követni. A több száz éves művek mai állapotukban néha valóban távolinak tűnhetnek, ám számos helyzetben, a színpadi produkciókon, gyermekprogramokon, reneszánsz táncházakban, vagy akár térzeneként visszanyerhetik életerejüket, és nem régiségük, hanem izgalmas, érdekes hangzásuk révén kerülhetnek kapcsolatba a hallgatóval. A régi zene muzsikát tehát borostyánnal benőtt, de mindenképpen lakható, ódonházhoz hasonlíthatnánk, amelyben kis renoválás után nyugodtan élhetünk majd újabb évszázadokig. Nagy örömmel térünk vissza Tatára, most már zenekarunk 26. évében vagyunk, és többször volt már szerencsénk itt muzsikálni. A vár udvarán is játszottunk, illetve az angol kertben, ez 2008-ban történt, amikor a reneszánsz év keretében Mátyás korát idéztük meg, hát az is ide való muzsika volt, és nagy örömmel emlékszem, hogy tánc is volt hozzá, sőt, tánc tanítást is szerveztünk, reneszánsz táncházat. Utána játszottunk már belül a váron is, méghozzá barokk fesztivál őszi keretében, a Lovakteremben. Ott barokk kamarazenét muzsikáltunk, amelyet a kollégáim tanítanak is, mind alap, mind közép, mind felső fokon. Úgyhogy egy másik zenestílust kínáltunk meg, és úgy figyeltük meg, hogy örömmel hallgatták a nézők, hallgatók. Mi játszottunk Széplaki Zoltán kollégával a gimnázium, ötvös gimnáziumban is egy érdekes, szintén a Mátyáskor kapcsán, de ilyen vegyes művelődés történeti olyasmi volt, mint a diáknak, tehát ötvös napok keretében a kor zenéjéről, hangszereiről, hát azt sem mondom, hogy rendhagyó énekóra volt, mert dísztermi, olyan fogadtatásban volt részünk, nagyon figyelt mindenki, úgy éreztük, hogy komoly figyelemmel övezték, és én még abban a szerencsében is részesültem, hogy az ősszel a Szabad Egyetem Népfőiskola sorozat keretében egy Tinódi és Kora, illetve Balassi és Kora előadásra is felkérést kaptam. Mennyire számít a millió és a háttér ehhez a fajta zenéhez? Mindig öröm szép helyen játszani, meg hát ezek a boltívek visszhangozták néhány száz évvel ezelőtt más muzsikosok fellépését, és vagy mondjuk akár szabadidős zenélést, azért nem régen a koncertszerű zenélés ritkább dolog volt, mint ma. Sokkal inkább akár egy nemes úr, ezzel ez folytatódik nem csak a reneszánsz, hanem a barokk korban is, megengedhette magának. Voltak üres órái, ami nem mindenkinek voltak, neki voltak üres órái, abban akár zenélhetett is, két vadászat vagy egyéb között. És bizony a várbeli vagy kastélyokbeli muzsikálásnak ez az egyik alapállapota. Tehát, hogy egyedül van valaki a hangszerével, azon akár ezerszer újra próbálhatja, tehát, hogy nem az a fajta pergő, koncertszerű előadásforma, amihez ma szokva vagyunk. Ezért nagy felelősség, hogy ezt ma hogy állítjuk színpadra. Hát ugye a régi zenének az egyik nagy kihívása, hogy mindent hozzon át abból a világból, ami ma áthozható, de például ezeket az időélményeket, ezeket nem tudjuk, ezt mindenki maga tudja megélni, például mi is nagyon örülünk, hogy előbb jöttünk ide a koncert előtt is a teremben, berendezkedhettünk, megszokhattuk a hangzást, volt részünk abban a fajta zenélésben, amiben a várúrnak hajdanában. Tehát ugye ezt így kell képzelni. A nézőre már végül is ebből az tartozik, és ő azzal gazdagodhat, hogyha mi már megszokva a körülményeket úgy azt tudjuk adni, amit mi elképzeltünk a műsor keretében, és hát reméljük, hogy ez sikerrel jár. Seregök közt higvadtok, hadnagyok, keresztjén hitök, azt kik vallotok, igyetökben nyerni, ha akartok, hallgassátok és megtanuljátok.
bátorsággal Istenben bízjatok, seregökkel rendet állassatok, fogálokkal vélik, ha akartok, nagy felszóval végig így szóljatok. Álljatok meg, és mit hallassatok, Atya, Fia, Istenben mint vattok, csak Istenben vitézőt bízjatok, mert ő hiszen fegyvertök, ha is tok. Tudjátok azt, súlyából vitézőt, régtől dobál az fogány teregőt, elhordották, levágták nemzettől, pusztították, rablották földetől. Félek összfel, novénként újjatok, Krisztus Jézus, mint felkiáltsátok, a Szent Lelkőt kérjétek, hívjátok, induljatok, félek már mondjátok. Sokan várunk, Szent Lélek, az együttes repertoárján elsősorban magyar és közép-európai muzsika szerepel, emellett helyet kapnak a nyugat-európai, középkori reneszánsz és barokk szerzők, továbbá a török udvari zene. Világi és egyházi, énekes és hangszeres muzsika egyaránt megszólal műsoraikban, amelyet gyakran a régi hangszerek bemutatásával egészítenek ki. A muzika historika egyike a legtöbbet koncertező magyar régi zenei együtteseknek. 1100-nál több fellépésük volt már országszerte, koncerttermekben, várakban, múzeumokban, templomokban, iskolákban, óvodákban, középkori reneszánsz és barokk lakomákon, továbbá különböző fesztiválokon. Gyakran koncerteznek Erdélyben és a Felvidéken, muzsikáltak Ausztriában, Olaszországban, Németországban, Lengyelországban, Csehországban és Törökországban. 6 önálló és 5 közös CD-n, műsoros kazettákon, 2 CD-romon, rádióadásokban és színházi zenefelvételeken működtek közre. Az együttes tagjai 2008 óta kurzusokat is vezetnek a Csíkszeredai Régi Zenei Fesztivál keretében.
sokféle kutatás adja a hátteret a zenekari munkához nálunk. Én magam irodalomtörténész vagyok, egy régi tagunk, aki már nem játszik velünk, ő történész és turkológus volt, ma például az ő felfedezésében egy tatai török vitéz sirató énekét is fogom énekelni, ezt visszakölcsönöztük tőle. Széplaki Zoltán a barokk stílus történetet kutatja, ő neki abban vannak új felfedezései, amikor olyan műsort játszunk, abban mindezt kamatoztatjuk. Kassa Roland kollégám, a ütőhangszeres tanár és művész, ő neki tudom, hogy olyan kísérletei is vannak, amelyek persze visszahatnak a mi zenekari munkánkra, hogy olyan ütőhangszeres, dallamhangszeres feldolgozásokat is készít reneszánsz és barokk művekből, amilyen, hát annak idején nem volt, nem játszottak marimbán reneszánsz táncokat, meg még barokkokat se, de ugyanaz a kísérletezés, ahogy például Bach műveket átültetnek, az kiterjedhet a populárisabb régi zenére is, és imádják a diákjai. Tanúi voltam a Csíkszeredai Régi Zene Fesztiválon, ahol ő is vezet ütőhangszeres kurzust, Széplaki Zoltán furulyásat, én reneszánsz kamarazenét. Az énekesünk, aki ma a szoprán énekes, aki a ennyire maszkulin műsorban most nem vesz részt, de egyébként törzstagja a zenekarnak, Palósz Réka, nagyon kiváló szoprán énekes, ő éneket, reneszánsz és barokk éneklésmódot is tanít. Tehát sokszor szembesülünk azzal, hogy ezek a kutatások, amelyek adatok formájában hozzáférhetők, ezek korlátozódnak egy olyan halmazra, aki ezzel kutatóként kezd valamit, viszont az aktív régi zenélésben ezek spontán visszajönnek, tehát nem kell itt arra gondolni, hogy erőltetünk valamit, hogy ez csak úgy lehet. Valamik eljutottak a sok ásáson, kutatáson egyébben keresztül, a játékunkig, és talán ennek a hasznát élvezzük együtt a nézőkkel. Akkor ezek szerint még mindig van felfedezni való. Kimeríthetetlenek, és nem csak Magyarországon, ne gondoljuk, hogy csak nálunk van mit felfedezni, a nyugat-európai zene nagy része is. Kéziratokban hever, egy része kifejezetten levéltári körülmények között, mert levél mellékletként is küldtek néha kottát vagy kotta részletet, és tudunk elkallódott magyar kottás vagy tabulatúrás kéziratról, lesz még mit felfedezni, tehát nem mi fogjuk az utolsó pipát kitenni azon az űrlapon, hanem ebből nagyon-nagyon sokaknak marad, és ezért nagy öröm, hogy ez átjöhet az élő zenélésbe is. Tehát, hogy ezek nem maradnak holt papírok, holt betűk, azok a versek, ugye mi nagyon sok énekelt költészetet játszunk, a mai műsornak is az adja a gerincét, pont ugye Balassi Bálint és az idén 350 éve meghalt Zrínyi Miklós emlékének szenteltük a műsort. Az ő szavaik és az ő korstílusuk, beszédmódjuk, így mondom, tehát lírai megszólalásuk, megkapja most azt a zenei szelet vagy udvartartást, ami meg a hangszeres megszólalások korstílusa. Persze ez csepp a tenger, tehát nagyon sokféleképp lehetne ugyanezt megközelíteni, de hát egy órában most így próbáltuk elrendezgetni ezeket. Amikor ezt a zenekart megalapítottuk 88 nyarán, az alapítókból már csak én vagyok, de nagyon sokan beszálltak már a korai években is, tehát mondhatjuk, hogy ők is évtizedek óta követik, hogy mit csinálunk. Azt gondolom, hogy ez az álom így egy közös álom formájában folytatódott. Amit csak lehetett, megvalósítottunk, abban már az első években is beletartozott, hogy a legjobb és koncertezésre is alkalmas magyar műemlékekben igenis legyen újra régi zenélés, ha más nem, matiné jelleggel. Éveken át volt a Nemzeti Múzeumban sétáló koncert sorozatunk, tehát hogy a kiállító térben, hát mondjuk most is abban vagyunk, de akkor meg is lehetett minket kerülni, mert ott el tudtunk helyezkedni, aki amennyit akar belőlünk hallgasson, de tematikus műsorok, le is lehetett ülni. Nagy sikerrel ment, talán ez fel is újul. Kísérletezünk mindenfélével. Egy néhány lemezünk is megjelent, abból is hát tervezi az ember, hogy még ezt vagy amazt föl kéne venni. Legutóbb egy karácsonyi lemezt készítettünk tavaly 2013 telén, illetve tavasztal készítettük, de télen jelent meg, pont szerencsére már karácsonyra. Bőven volna még mit fölvenni, ez mindig kihívás, tehát, és az élő zenét sosem helyettesítheti, de például eljuthat olyanhoz, ahova mi nem jutunk el. Olyan szerencsében van részünk, évek óta visszajárhatunk például az említett Csíkszeredai Régi Zenei Fesztiválra 1995 óta szinte minden évben visszajutottunk, és ugye most már ilyen kurzustanárként is. Ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és nem azért, mert ezt mi le akarjuk dominálni, ez meg annyiszor egy egyedi új felkérés és egy új bizalom, amit meg kell szolgálni egy zenekarnak. De hasonló szerencsében van részünk egy olasz fesztiválon, Észak-Olaszországban, Goriciában és a környékén, ahol Giuseppe Paolo Cecere, kiváló olasz régi zenész, és ő is tudós mellette, úgyhogy sok közös
dolgunk van, már álmodunk egy közös lemezről is velük, és közös koncerteket is csináltunk, tehát nem csak, hogy na, mi fellépünk, mint magyar vendégek, milyen kakuktojások az európai kultúrában, hanem bizony a legnagyobb megbecsülésnek örvendve velük fúziós fesztiválzenekarban is fölléphettünk, úgyhogy erre is büszkének kell lennünk. Lenyitott rózsákot megillatozásra, néma fülemület korkát kiáltásra, fákot is te öltöztetsz sok szívű ruhában. Neked virágoznak nobrok szép violák, folyóvizek kutak csak réket tisztulnak, az jó pavardovak is csak benned vigadnak. Mert fáradtság után füremet tagokat, szép harmatos fűvel hízladok azokat, új erővel építvén űzéshez hívokat. Sőt, még az végbéli jó vitéz katonák, a szép szabú mezőt kis széjjel bejárják, most azok is vigadnak, az időt múlatják. Kis szép füvel lévén válik jó lovával, kik vigallakozik vitéz barátjával, kik velünk véres fegyvert tisztítat csiszárral. Újul még az föld is mindenütt tetőleg, tisztul homályától az ég is nevélek, minden teremtett állat megindult te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, íjunk, lakjunk egymással vígan szeretetből. A Historika Együttes művészeti vezetője Csörsz Rumen István. Tagjai Farkas Zoltán, Kassa Roland, Kovács Attila, Széplaki Zoltán, Többésházi Zsófia. A Magyar Kultúra Napi programot Tatabányai Város Önkormányzata támogatta.